Sokáig aludt a Csipke Rózsika álmát a gyulai Almási kastély, de szerencsére néhány évvel ezelőtt megújult, és az arisztokrácia hétköznapjáról mesél állandó kiállításával, szemközt a gyulai várral. És ha már itt járok, akkor a gyulai kolbász sem hagyom ki. A Körösmaros Biofarm Kft. 2000-től átállt ökológiai gazdálkodásra. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon szigorú követelményrendszer mellett kell, hogy dolgozzunk, mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben, és biotejet állítunk elő, ez a fő termékünk részben Magyarországra, részben pedig az Európai Unió több országába. Ennek az EU-s forrásnak, támogatásnak megvan a helye, hiszen a maga a munka az egy költségesebb dolog, tehát gyakorlatilag egyrészt a többlet munkát intenzívebb munkát kell ebből finanszírozni, illetve vannak fejlesztési terveink, amiket mind a fejőház, mind a etetés, mind a trágyakezelés terén szeretnénk megvalósítani, tehát bőven van helye ennek a forrásnak, hogy elköltsük. Ez egy olyan hely, ami úgy gondoljuk, hogy az országban egyedülállóan bemutatja a gyulai kolbász kezdetektől a mai napig történő fejlődését. A gyulai kolbász tulajdonképpen 1935-ös brüsszeli világkiállítás hozta meg az országon belüli és azon kívüli ismerettségét, vagy ismertségét. Csípmentes, két szálú, tehát páros kolbászként készült, és ez az első időktől kezdve így van a mai napig bezárólag. Ízesítésben ugyan változott az utóbbi időkben, de az alap ízesítésre, az alap dolgok, a sók, bors, paprika, fokhagyma, az a mai napig is alkotó része ennek a terméknek. Vannak berendezéseink, eszközeink, ami a régmúlt időkből származik. A 50-es években kezdődött ezeknek az összegyűjtése, összerakása, majd későbbi bemutatása. Valaha nagyon sok kézierővel működött, ma már gépierővel dolgoznak ezek a berendezések, illetve üzemrészek. We'll be right back.